Magyarország és Szerbia viszonya soha nem volt olyan jó, mint most. Ebben mind a magyar, mind a szerb külügyminiszter egyetértettek mai belgrádi találkozójukon. Szijjártó Péter ezt kiegészítette azzal, hogy a jelenlegi geopolitikai helyzet még inkább felértékeli a két ország viszonyát. Szijjártó elmondta azt is, hogy Magyarország két fontos külgazdasági képviselet megnyitását tervezi Belgrádban, a Magyar Nemzeti Kereskedőház és az Eximbank szerbiai kirendeltségét. Ivica Dačić februárban Budapestre utazik, hogy további konkrét lépésekről egyeztessen Szijjártóval a déli áramlatot helyettesítő alternatív kelet-európai gázvezeték kiépítésének ügyében. A déli áramlat beruházása, lemondása világossá teszi, még az eddigieknél is világosabbá, hogy Közép-Európában az energiabiztonság kérdése az egyik legégetőbb kérdés. A déli áramlat beruházás lemondásával a közép-európai országoknak új lehetőségek után kell nézniük. Kétségtelenül az egyik ilyen lehetőség az a déli áramlatba szánt, de végül Törökországba szállítandó orosz gáz eljuttatása Közép-Európába. Itt Görögországnak, Macedóniának, Szerbiának és Magyarországnak kulcs szerepe lehet. A szerb kormány épületében a háromoldalú egyeztetést követően a kínai, a szerb és a magyar fél aláírták a Budapest-Belgrád vasútvonal kiépítéséről szóló munkatervet, amelyben meghatározták a vasút kiépítésére vonatkozó tervek kidolgozásának és a munkálatok megkezdésének határidejét. A Belgrád-Budapest vasútvonal korszerűsítésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány legkésőbb június végére elkészül. Emellett mindhárom fél megállapodott abban, hogy az év végéig meg kell kezdeni a munkálatokat, illetve, hogy ezeket a munkálatokat két éven belül be kell fejezni. A kínai tárgyalócsoport nevében a Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság elnöke sikeresnek nevezte a mai találkozót, mondván megállapodás született a határidők, a lehetséges finanszírozási modellek és a megvalósíthatósági tanulmány tekintetében. A Belgrád-Budapest vasútvonal korszerűsítésére vonatkozó terv olyan kétvágányú pálya kiépítését irányozza elő, amely lehetővé teszi az óránként 160 kilométeres maximális sebességet, aminek köszönhetően a vonatok menetideje kevesebb, mint a felére csökkenhet. A két főváros közötti 400 kilométeres távot a vonatok jelenleg 8 óra alatt teszik meg.